Hello, Fekete Róbert a Programozás Karriertől, ahol segítünk neked a gyors karrierváltásban és a programozói képességeid fejlesztésében. A CSS a HTML mellett a webfejlesztés egyik alappillére és az összes további ismeret előfeltétele is egyben. Ezért ha webfejlesztéssel szeretnél foglalkozni a jövőben, akkor mindenképpen ezzel kell kezdened. A HTML és CSS megkerülhetetlen és kétségkívül elemi fontosságú ismeret tulajdonképpen a webfejlesztői karriered előszobája. Úgyhogy, ha szeretnéd gyorsan áttekinteni a CSS alapjait, akkor most tarts velem! Akkor most kezdjük azzal, hogy először is a CSS nyelvet elhelyezzük a webfejlesztés területén, ugyanazt múltkor a HTML-lel is megtettük a hosszabb HTML anyagunkban. Tehát ugye azt beszéltük, hogy a webfejlesztés az tulajdonképpen a frontendből és a backendből áll, ugye ez a szerver oldal, ez pedig itt a kliens oldal volt. De a szerver oldalnál beszéltük, hogy bármilyen általános szélű programozási nyelv szóba jöhet, például c például Java, például Python, vagy PHP, vagy Ruby, esetleg akár a nodon keresztül ugye a JavaScript is természetesen, de sokféle variáció van. Ugye ez itt az adatbázisunknak a helye, és a promptennél pedig azt beszéltük, hogy három alapvető eszközünk van, a HTML, a Hypertext Markup Language, ugye ez a leíró nyelv, ami a weboldalaknak a szerkezetét és tartalmát írja le, és ehhez kapcsolódik, ugye ezt mi be is fejeztük a múltkori videóban, és ugye ehhez kapcsolódik a következő lépcsőfok, az pedig a stílus lesz, tehát a weboldalaknak a stílussal való ellátása, tehát színek, formák, betűtípusok, bármi. És ugye a harmadik elem pedig a JavaScript volt, ami pedig a, a weboldalaknak a dinamizmusáért megfelel, tehát ezzel tudjuk interaktívabbá varázsolni a weboldalainkat. Tehát ez volt az a három alapvető egység, alapvető eszköz, amelyek a rendelkezésünkre állnak a frontend, vagyis a kliens oldali webfejlesztésben. És még két példát hoztam itt a kliens oldali keretrendszerekre, ami a React volt, az egyik példa, a másik pedig az Angular. Jó, tehát vannak még itt opciók, de tulajdonképpen a kezdők, mindenképpen a html fogják elkezdeni ezt az utat, ami a frontend megtanulásához vezet, és a második lépcsőfok az általában a CSS szokott lenni, és a harmadik lépcső lesz majd a JavaScript. Tehát most ebben a hosszabb videóban a CSS-sel fogunk foglalkozni, vagyis a már meglévő, jó struktúrált, tartalommal ellátott weboldalainkhoz a lehető legjobb stílust fogjuk hozzácsatolni, és ezzel fogjuk tulajdonképpen elvállítani azt a statikus weboldalt, ami önmagában már megállja a helyét. És még annyit hozzátennék itt a múltkori alkalomhoz hasonlóan. Ezek általában három különböző fájban szoktak helyet foglalni. Ugye itt van nekünk egy HTML vagy HTML kiterjesztésű fájl, itt lesz egy CSS, ugye pont CSS, és egy CJS, JavaScript nyelvek. Tehát ezt a három fájt, ezeket az állományokat, forráskódokat, amiből ugye kettő leíró nyelv, a harmadik a JavaScript pedig programozási nyelvnek számít, tehát ezeket az állományokat szépen a szerver fogja a mi kérésünkre elküldeni, tehát itt volt egy request, és itt lesz egy response, egy válasz, tehát ez fogja nekünk elküldeni, és ami ezt a három állományt feldolgozza, a böngésző lesz, tehát a böngészőnk, legyen az mondjuk egy Firefox vagy Chrome, teljesen mindegy, a megkapott információkból, megkapott forráskódokból szépen összeállít számunkra egy szép megjelenítést, egy kliens oldali renderelést fog elvégezni, és ennek következtében fog megjelenni a böngészőben maga a weboldal. Nos, hát akkor most lássunk neki a CSS-nek, ez egy viszonylag nagyobb falat, tehát kicsit bonyolultabb lesz talán megérteni, vagy, vagy hosszadalmasabb lesz megérteni, mint a HTML-t, de annál több érdekes dolgot fogunk vele tudni elkövetni. Akkor lássunk is neki. Jó, hát akkor első lépésben nézzük meg, hogy mi is az a CSS, tehát a CSS-nek a rövidítése, az a Cascading Style Sheet lesz, és ezt valahogy úgy lehet érdekesen lefordítani, hogy kaszkádolt stíluslapok, ami nem biztos, hogy kellően kifejező, de a lényege az, hogy az ezzel az eszközzel, tehát a CSS-sel, CSS, a CSS forráskódunk segítségével, ezzel a leíró nyelvvel stílus tudunk hozzárendelni a már meglévő HTML oldalunkhoz, a HTML-ben már szépen feltöltöttük tartalommal a weboldalt, jó struktúrája is van, amit később természetesen még módosíthatunk össze-vissza, tologathatjuk benne az elemeket, de az a lényeg, hogy ezeknek az elemeknek most valamilyen stílus tudunk kölcsönözni, hozzá tudjuk adni a különböző színeket, formákat, tulajdonságokat, akár mozgási hatásokat ezekhez a HTML elemekhez, és hát erre jó nekünk ez a CSS, és azt kell tudni még erről a CSS nyelvről, hogy a HTML kódon belül is tudjuk használni, tehát egyszerűen hozzá lehet adni az attribútumokon keresztül, a style attribútumon keresztül a különböző stílusokat a meg annyi HTML elemünkhöz, tehát ezt is meg lehet tenni egyenként is akár, de ahogyan a gyakorlatban alkalmazunk a CSS nyelvet, az nem ez az út, hanem az, hogy egy külön kódot, egy külön állományt hozunk létre, egy CSS kiterjesztésű állományt, és ezt fogjuk hozzá csatolni, hozzá linkelni a HTML állományunkhoz, és ezzel fogjuk tudni megvalósítani azt, hogy egy bizonyos stíluslap több különböző HTML kódnak is lehessen a stílusa. Jó, akkor most nézzük meg gyorsan itt a gyakorlatban is, hogy hogyan történik egy ilyen hozzárendelés, mert ugye ez mindenek az alapja, tehát innen tudunk elindulni. Na most ehhez először is, itt nekünk van már egy CSS könyvtárunk, hozunk létre egy itt a gyökérkönyvtárban egy HTML állományt, a múltkori az hasonlóan, legyen mondjuk ez egy index.html állomány, amibe itt az emet segítségével belerakunk gyorsan egy ilyen HTML5-ös template-et, tehát ez itt van, és mondjuk fel is töltjük itt tartalommal, beírtuk a title hogy ezt mindig ki kell tölteni, Csak akkor itt van nekünk a body, most csinálok egy mentés, hogy szépen így beformázza nekem a pretty R, meg is csinálta, és akkor ide a body-ba fogom majd belerakni azokat az elemeket, amiből a weboldalam áll. Hát csinálok például itt egy kötelező H1-es főcímet, legyen mondjuk ez a főcím, ugyanez a cím, mint amit már itt használtam, közben egy live servert be is zizzenthetünk, és akkor fogjuk látni, hogy mi a helyzet. Hát én azt hiszem, hogy csak egyszerűen gól live, és akkor nézzük meg, hogy másik asztalon jár meg, úgyhogy ide húzom szépen. Ezt látjuk, és beküldjük szépen ide jobbra, ez pedig balra. Jó, és akkor itt egy kicsit módosítok az arányokon. Ezt arra tudjuk, hát nagyjából így jó is lesz, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz ez így használható. Oké, okay, most az explorer azt még nem csukom be, mert mindjárt létrehozunk itt egy fájt. Tehát itt van nekünk egy címünk, és mondjuk csinálok néhány paragrafust még ide, legyen mondjuk egy kis bevezető szöveg, egy Lorem, 30-as, mentünk egyet, rendben, és akkor csinálok ide még egy olyat, hogy H2-es, hát lehetne mondjuk még egy h 2 valamilyen szöveget, valamilyen címet bele ide például, termékek, és akkor ebből csinálunk egy másolatot, hogy legyen mit formázni így első körben, és ez pedig itt lehetne mondjuk az, hogy termékek, mondjuk könyvek. Jó, mint a múltkor a HTML-nél. És akkor itt létrehozunk néhány paragrafust, legyen az mondjuk, akkor lehet, hogy zárójel érdemes kezdenem, legyen az mondjuk így, hogy Lorem, hát a 20 az talán kevés, legyen mondjuk egy 50-es, és akkor ebből csináljunk egy háromszorozást. Jó, nézzük meg, hogy mi történt. Jó lesz, Ebből esetleg még annyit csinálhatnék, hogy még egyet berakok, és akkor az látszik itt, hogy majd görgethetővé válik a történet. Ide esetleg többet is berakhatunk. Azt mondom, hogy P és Lorem. Lorem legyen mondjuk most 20, és 6szor szeretném ezt megismételni. Jó, a most már görgethető az oldal. Nagyon szuper. Akkor most lássuk neki a stílus hozzáadásának, belinkelésének. Ez itt föl a head tegek között tudjuk megtenni. Csinálok még egy mentést, igen. És erre a legjobb módszert beírjuk, hogy link, linkelni szeretnénk. És itt megkeresjük azt, hogy CSS. És majd ugye itt kell nekünk kiválasztanunk azt a CSS fájt, amit szeretnénk alkalmazni erre az egész HTML dokumentumra. Ahhoz viszont először létre kéne hoznunk, Na most ezt úgy szoktuk csinálni, hogy itt egy új mappát indítunk, mondjuk legyen CSS névem, és a CSS mappán belül még létrehozunk egy ilyen CSS fájlt, aminek azt a nevet adjuk, hogy styles.css például. Jó, és akkor most ezt a styles.css fájlt kéne behivatkoznunk, hasonlóan a múltkorihoz, ahol képet linkeltünk éppen egy ilyen anchor -tagbe. tehát ezt is most itt meg tudjuk hasonlóan csinálni href attribútumnál, és azt mondjuk neki egy per, kiválasztjuk, hogy CSS mappával is innen pedig a styles közben sikerült kiszállnom, úgyhogy most még egyszer megjátszuk ezt, tehát CSS, és ezen belül styles. Nagyon szuper. És akkor ez most azt jelenti, hogy aktív ez a stílus, tehát amit ebbe a CSS-be majd elhelyezünk, mint stíluselem, az itt meg fog jelenni ebben a HTML dokumentumunkban. Tehát ez a legfontosabb, ugye, professzionális belinkelése a HTML kódnak. Mutatok még kettőt, de azért kezdtem ezzel, hogy ez maradjon meg a leginkább benned, hogy ezt így kell csinálni, tehát egy külön állományt szoktunk belinkelni. A másik két stílus hozzáadási módszer, amiből már talán a múltkor is mutattam a HTML videóban részleteket, azokat csak akkor alkalmazunk, amikor tesztelünk, vagy éppen oktatási célból, vagy ilyesmi, de amikor egy profi weboldalt szeretnénk leadni, akkor minden esetben egy külön fájt fogunk itt létrehozni. Tehát ezt a belinkelést, amikor egy külső fájt csatolunk a HTML állományunkhoz, ezt úgynevezett externál, vagy külső hivatkozásnak szoktuk nevezni. Most mutatom a másodikat, amit szintén itt a head részben szoktunk megejteni, ez pedig nem más, mint a style és itt a style tegek között, most csinálok egy szévet, akkor ugye be is rakja, hogy itt a head részben vagyunk, tehát amit itt a style tegek között elhelyezünk, az már konkrét CSS kód lesz, ugyanolyan CSS kód egyébként, mint amit a styles.css fájlban külön elhelyezünk, tehát ez teljesen csere lesz. Ha a styles.css fájlban lévő tartalmat, tehát a CSS nyelven írt tartalmat, úgy, ahogy van, bemásolnám ide a style tegek közé, akkor ugyanúgy működne, de természetesen csak ebben a fájban. Tehát mivel hogy csak ebben a HTML fájban illesztettem be. Tehát pont ez a lényege annak, hogy külön fájban van, hiszen akkor ezzel az externál, vagyis külső linkeléssel bármilyen HTML fájhoz hozzá tudjuk adni. Jó, tehát ezt is mindjárt meg fogjuk nézni, erre egy példát, de most rögtön a harmadikat, hogy meg legyen a kontraszt, ezt a harmadik típusú stílus megadást is meg fogom mutatni, például itt a p-tegnél, itt is ezt a style, attribútumot kell alkalmaznunk, hasonló, tehát ugyanaz a szöveg, mint itt föl a tegnél, és itt a style attribútumnak idézőjelek között meg tudom adni a konkrét CSS szabályát, hogy milyen módosítást szeretnénk, milyen stílus szeretnénk ennek a konkrét P elemnek. Na most akkor nézzük egy olyat, hogy például a szövegnek a színe, például a kolor, az legyen nekünk piros. És hogyha nem követtem el itt különösebb hibát, a CSS szabály megfogalmazása közben, akkor azonnal megjelenik nekem itt jobb oldalta az eredmény, tehát most piros karakterre váltottam, eredetileg fekete volt, és ez a szabály, ez csak erre az egy adott elemre lesz aktív, tehát ugye, amit most itt kijelöltem, hogyha azt szeretném, hogy például az összes P-típusú elemre aktív legyen ez a piros karakter, tehát piros karakter szín, akkor ezt már egy fő szabályként kell itt meghatároznom, tehát egy úgynevezett szelektorral is el kell látnom ezt a szabályt. Nem elég azt mondanom, hogy a színe legyen piros, hanem meg kell mondanom, hogy, hogy azt kérném, hogy az összes P-típusú elem legyen piros például. És ugye ezt a típusú szabálymegadást kell itt a style tegek között alkalmaznom, és ugyanezt kell majd egyébként itt a, a CSS fájlunkban is megtennünk, tehát még egyszer mondom, hogy amit írok a style tegek közé, ugye tesztelésre, az teljesen csereszabatos, azzal, mint amit itt a CSS állományunkban használunk, ugyanazt a CSS nyelvet fogjuk használni. Rendben. Jó, és most, hogy megnézzük, hogy a style között és a fájban, hogy működik a CSS szabály megadása, erre is mutatnék egy példát, hát azt szeretnénk mondjuk, hogy a H1-es tag, és itt most rakok egy kapcsolat zárójelet, a H1-es tag az legyen mondjuk egy ö, olyan háttérrel ellátva, Background color, hogy mondjuk valamilyen ö, szürkés, vagy nem tudom, legyen mondjuk egy, egy mondjuk egy ilyen Bés, azért valamennyire látszik, de mégse túl sötét. És akkor, ahogy kijöttük ezt a szabályt, itt láthatod, hogy azonnal megjelenik ez a háttér a hágyes tegekre, Jó, és hogyha most ö, szeretném demonstrálni azt, amit az előbb itt mondtam, hogyha az összes P tegre szeretném mondjuk alkalmazni, vagy az összes H2 tegre szeretném alkalmazni ezt a szabályt, akkor természetesen nem kell ide jönnöm és egyenként begépelnem, hogy style, background color, stb. stb., stb. hanem csak ide jövök és azt a szelektort alkalmazom, amivel ki tudom jelölni például az összes H2 elemet, most átírom ezt itt H2-re, és akkor innentől kezdve az összes H2 elemre aktív lesz ez a HTML, vagyis CSS szabály. Na most, hogyha például átírnem ezt p akkor összes p lenne aktív. Jó, tehát gondolom, hogy ez ideig követhető. Tehát a CSS kódnak a hozzáadására, tehát három megoldás létezik, az első és talán legbutább, amikor itt egyenként adjuk meg, minden tegre egyenként határozhatunk meg egy CSS szabályt, aztán a kevésbé buta, de még mindig nem használatos, vagyis ilyen tesztelési célból használatos megadás, az amikor itt a style tegek között adjuk meg, és hogyha ezt a megadást én így, ahogy van most innen kitörlöm, így van, el is tűnt, és átmásolom ide a style.css fájlunkba, ugye rá is mentett rögtön, itt az autószélben nekem be van kapcsolva, tehát nem is kellett elmentenem, és ugye innentől kezdve azonnal megjelenik itt jobb oldalt az eredmény. Tehát láthatod, hogy mindegy, hogy ebben a külön fájba írtam-e be, vagy ide a sztájtegek közé, ugyanaz lett az eredmény. Erre mondtam, hogy cseleszabatos ez a kettő. Jó, na most láthatod, hogy itt egyenként akár minden emre külön-külön is meg lehetne határozni, de természetesen ennél sokkal barátságosabb az, amikor itt felül megadhatok egy olyan szabályt, amiben egy szelektor is van, ugye a szelektor mondja meg, hogy mely elemek lesznek kijelölve, és utána leírom szépen ezt a CSS szabályt, illetve a leghatékonyabb és egyben legkényelmesebb megoldás viszont az, hogy ha egy ilyen styles.css fájban, vagy valami.css fájban, ugye elhelyezzük ezt a CSS szabályt, és innentől kezdve bármilyen HTML állományunk van, tehát bármilyen weboldalt fejlesztettünk, ugyanazt a stíluslapot hozzá tudjuk csatolni, hogyha szeretnénk. A videó hátra lévő részében mi nagyrészt a profi megoldást fogjuk alkalmazni, vagyis a CSS fájba fogjuk beleírni a CSS szabályainkat, és mivel ez ugye most be van linkelve már nekünk itt a HTML kódunkba, ezért azonnal aktivizálódik, ahogy elhelyeztük magát a szabályt. És rögtön lehet is látni itt jobb oldalt, hogy mi változott. Úgyhogy ezt fogjuk csinálni, és ezeket az egyenként megadásokat pedig Próbáljuk mellőzni, és tulajdonképpen ezt a Style teget is innen most kitörlöm, ezt a, ezt a Style HTML elemet is úgy, hogy van innen kitörlöm, hiszen nem fogjuk alkalmazni, csak megmutattam, hogy ha tesztelnél, vagy éppen oktatási célból használnád ezeket, akkor, akkor meg tudod tenni. jó? Tehát van ilyen, de abszolút nem preferált megadási mód. jó? Úgyhogy akkor most folytassuk innen és bármilyen szabályt, amit most itt a css alkalmazunk, azt meg fogjuk tudni csodálni itt jobb oldalt a, a böngészőnkben azonnal. Erről még később lesz szó, hogy ezek a megadott stílusok hogyan viszonyulnak egymáshoz, ugye melyik lesz az erősebb, ugye több helyen is adunk meg mondjuk ugyanolyan stílust, ugyanolyan stílus szabályt, de azért így most előrevetíteném, ha már beszéltünk erről a három különböző megadási módról, hogy ezek között milyen um, sorrendi szabály van. Hogyha ezt a három megadást nézzük, akkor itt mindig a legerősebb, a mindent üt, az a konkrét HTML elemnél megadott, ugye style attribútumban megadott CSS szabály. Tehát az mindent visz. Hiába van máshol más megadva, mindig itt a, az adott elemnél beírt CSS kód lesz a nyerő, és a másik két megadási módnál, ugye ennél az externál megadási módnál, amikor megadok egy külső fájt, a külső fájnak a hivatkozását, akkor ugye a böngésző megkeresi ezt a fájt, betölti az összes stílust, és hogyha például ide mögé rakok egy style, és még egyszer beírom, egy ilyen style blokkot, vagyis hátiam elemet, és itt fölülírom azokat a szabályokat, amit itt az előbb a külső fájban létrehoztam, akkor természetesen ezek fölül lesznek írva. Ha pedig fordítva alkalmazom, tehát ez a külső fájnak a linkje ide alá kerül, most ide is húzom, és akkor Csinálok egy mentést, tehát így gondoltam. Tehát Először meghatározom itt a stílust a fájban, és utána töltöm rá a linkel a külső állományt, akkor meg a külső állomány fogja fölülírni azt, amit ide írtam, jó? Tehát ez azt hiszem, hogy egyértelmű talán. Hogy itt a sorrendiség lesz majd a döntő. Természetesen itt a bádiban lévő különböző HTML tegeknél megadott stílus, az mindig utána fog következni ezeknek, hiszen ezek mindig a head részben vannak, tehát amit itt a konkrét HTML elemnél adunk meg, a szájban, az éppen ezért a sorrendiség miatt mindenképpen ütni fogja ezt a kettő megadási módot, ugye ezt az externált és ezt az internált. Egyébként ennek a megnevezése, amikor itt a Konkrét tag mellett használunk egy style attribútumot, ennek pedig az, hogy inline. Tehát ez lesz az inline megadás, ez lesz az externál megadás, és ez pedig itt az internál megadás. Azért internál, mert ugye csak ebbe a fájba lesz aktív. Jó, akkor most térjünk vissza arra a megadási módra, hogy egy külső fájt alkalmazunk, és akkor csak ott fogunk most gépelgetni, és nézzük itt a hatását, hogy milyen változások következnek be ezen az oldalon. Úgyhogy most én akkor újra kitörlöm ezt a részt, és akkor lássunk is neki. Mint ahogyan a HTML-videóban is volt erről szó, a böngészőknek is van egy alapértelmezett stílusa természetesen, hiszen alapértelmezett stílus nélkül nem jelennének meg ezek a karakterek semmit, ezek a szövegek. Tehát ez a H1-es eleme itt nagyobb karakterre van írva, például, mint ez a bekezdés. Tehát ezek alapértelmezett stílusok. Vagy például az, hogy itt a főcímek előtt és után van egy bizonyos mennyiségű térköz, tehát margin vagy padding érték, és ezek távol tartják tőlük a különböző elemeket, tehát ez is a böngészőnek az alapértelmezett stílusa. És természetesen, hogyha valamire nem hoztunk egy specifikus TSS szabályt, tehát nem írtuk át, nem módosítottuk, mint itt például a hátterét ennek a szövegnek, akkor abban a böngészőnek a saját alapértelmezett stílusa lesz az aktív. Jó, tehát ez lesz a leggyengébb láncszem tulajdonképpen, tehát bármit módosítok, akkor az lesz az aktív, az mindent visz, és hogyha valamit nem határoztam meg, akkor ott ö, ugye az alapértelmezett stílus lesz az aktív. Ha tetszett a videó és szeretnél még ilyeneket látni a csatornánkon, akkor feltétlenül nyomj egy lájkot. Ebből fogjuk tudni ugyanis, hogy milyen jellegű tartalmakat készítsünk a továbbiakban. Ha programozói karrierváltáson gondolkodsz, akkor pedig feltétlenül látogass el a weboldalunkra is.